Sziasztok! Mi van a pungámban, mi van a szatyromban vlog? Hát voltam vásárolni, és mit vettem 11 ezer forintért körülbelül. Hát először is vettem ezt itt ezt a szép sérót, mert voltam fodrásznál. Most az új metódus szerint home office-os napon meló előtt megyek el fodrászhoz, és akkor még visszaérek pont 9-re, és tudok időben kezdeni dolgozni. Úgyhogy nézzétek meg, Rikári milyen szép ember lett. No, aztán voltam zöldségesnél és boltban, úgyhogy vettem ezt-azt. Ja, meg voltam Fidesz gyűlésen. Ja, most nincs, de nem volt választás, úgyhogy nem adtak krumplit, ezért a zöldségesnél kellett megvennem a krumplit. 5 kiló, 1700 új krumpli. Hát ez még elég jó kiló árban volt. És azt nem is tudom hova tegyem. Mindegy. A boltban vettem mosóport, ez a kedvenc mosóporom, ez a Color, de hiánycikk volt, mielőtt elmentem szabadságra, úgyhogy most meg végre lehetett kapni, tele volt a polc, úgyhogy vettem 3 darabot, hogy legyen egy jó időre, ez hónapokra elég, hát nem tudom, egy doboz az körülbelül elég egy hónapra, igen. Mert kb. 4 mosás, heti egy mosással én nagyjából el vagyok, néha kell sűrűbben. No, aztán mit vettünk még a 11 ezer forintból? Kenyírted, gyelekuk, kenyír megint felment, most már a fél kilós fél barna 500 forint. Hogy is volt nemrég még? Azt hiszem 3 volt, vagy 3,20, vagy 3,10, akkor fölment 3,60-ra, aztán egyszer csak már 4,50 lett, most meg már 500, ócó kici, nem ócó, nem ócó, de kici és 500. Viszont ez finom fajta kenyér, itt Dunakeszin sütik. Ilyen félbarna, és rendes, van benne rozsliszt, meg izé, nem ilyen felfújt fiszfasz, úgyhogy ez nagyon megéri, még így is, hogy drága. Hát enni azt kell, ugye? Az evésről nem lehet leszokni. Igen, egyébként... Igen. Egyébként 4385 volt a zöldséges, és 2100, azt hiszem 20 volt. Na aztán itt nagyon óvatosan kipakolunk még. Nógrádi ropi. Mostában már nagyon nézni kell, mert időnként túlsütik. Ezt most néztem, hogy olyat vettem le a polcról, ami nincs nagyon túlsütve. És egyébként már rohadt drága lett, ennek is 180 forint darabja. Úgyhogy már ez is luxus, tehát. És ebből a két ropi árából már kaptam volna egy sört. Na ez az, amire nagyon vigyázni kell. Nem szeretek pungázni, már hogy nylon pungázni, de ez be van zacskózva, mert különben szétnyomódik, meg izé. Ribizli, hacá. Egy ilyen kis izével, de hát kell a gyümölcs, mert hát kell a vitamin. És akkor a többinek nem mindennek, a többinek nem tudom az árát, azt csak úgy megmutatom. Kell a vitamin továbbra is, úgyhogy hajma. Aztán lesz leves, aztán kell a vitamin, finom, aztán lesz gomba perkült, ennek is 1200 kilója, leves, kell a vitamin, egy kis izé, most ilyen friss uborkát vettem, ezt jobban szeretem, mint a kígyót, de hát ez csak ilyenkor a szezonjában lehet kapni. Ez is leves, fokhajma mindig kell, ez talán már hazai, múltkor csak kínai volt, és végül, de nem utolsó sorban, ilyen akciós banántot is vettem, látjátok, már ki van fakadva, de hát ezt hamar meg fogom enni. Hát ilyen kis bevásárlást csináltam, ugye, hát most a fodrászt is beleértve 11 ezer forintért, úgyhogy hát ennyire futotta. Majd csinálunk olyan haulokat, kicsomagolósokat, hogy előveszem az 5 évvel ezelőtti videót, és megveszem ugyanazt. Most erre nem volt idő, most a kényszerbevásárlást már úgy értve, hogy muszáj volt kajának valót venni. Most igazából ezért vásároltam be. Majd lesz olyan alkalom, amikor videó kedvéért vásárolok be, és nézzétek a fő csatornámat is, a Rikári csatornát, most már újra oda is került ki anyag, és remélem, hogy fog is, illetve hát itt is igyekszem az aktivitást tartani, ide 5 videó van előre feltöltve, ez lesz a 6., bár az 5-ből lehet, hogy azt osztottam meg reggel, nem tudom, az egyiket,
és még föl van írva egy csomó videó, ötlet lesz, vlogolás, kávévlog, sörvlog, minden lesz. Úgyhogy tartsatok velem, ameddig csak lehet. PayPal a leírásban. Meg a legfontosabb, hogy iratkozzatok föl, meg kommenteljetek. Értitek? Kommenteljetek, írjátok le a véleményeteket. Küldjetek el az anyámba, vagy nem tudom. A lényeg, hogy kommenteljetek. És tartsatok velem legközelebb is. És sziasztok. És csüssz.